Szereted a sportfogadást, de nem tudsz profitálni? Mindig az utolsó meccsen megy el a nagy nyereményes szelvényed? Válaszd a Sprinterbet csapatát, ahol naponta választhatsz a legtutibb tippek közül. Január 10-ig, ha használjátok a Christian kódot, 3000 forint kedvezményben részesültök. Csatlakozz hozzájuk a sprinterbet.hu oldalon. Srácok, ismételten itt vagyunk egy pack opening videóval. Nagyon szépen köszönöm a Twitch csetelőnek, név szerint Sziszának, hogy idatta az akkuntját, hogy kinyissunk egy pár pakkot, illetve pikket. 78 plusz, illetve 83 plusz player pikkek vannak, valamint pakkok is, úgyhogy lássuk a következő pack opening videót. Oké, nézzük! Az első pick egy 78 plusz, és egy 81 Beto az első. 83 Gerard Moreno. Eddig amúgy 3-ban nem rossz. 81, 82, 83. Ha ebben 84-es lesz, akkor 5 subgift. Köszönöm szépen. Isten is azt akarja, hogy megtartsam a pénzemet. Köszönöm. Jobb, ott a 84, urak. Nagyon nagy. Nekem 40 pickből jött egy 86, meg egy 85. Hát az nem túl sok. 85, Bonu. Amúgy eddig, hát nem mondom azt, hogy jó ez a pick, de annyira nem vészes. Aracsics. 30 pickből kiraktam a 87 pluszt, meg a Roberto Carlos. Ja, és Roberto Carlos jött belőle. Ja, azt hittem Roberto Carlos SBC, mondom, nincs is olyan a játékba, tesi. Most adja a nagyokat. Jön a speckó! Ott van! Hey, bemondásra, gyerekek. 83 inform, az nagyon jó, mert ezek érnek valamit. 40 ezer szotyi. Very big. Jöhet az utolsó, 78 plusz. Szoboszlai, vagy... Na, Szoboszlait kivegyem, vagy inkább a Rodriguez-t. Szoboszlai jó még Evóba? Vagy Szoboszlainak csak az informja jó Evóba? Na, hát a pikkekből egyelőre ezek jöttek, de van még 83 plusz pikk is, ezeket elküldjük a klubba. Nézzük a 83 pluszt. Hát ez nem volt túl jó. Nézzük az utolsó 83 pluszt. Az viszont jó. 87 Martinez, Foddernek tökéletes. Mbappé SBC-t nem csinálod? 85 plusz pakkod is van. Ezeket mindet kinyissam most, Sisza. Biztos vagy benne? Mind mehet. Szuper jó. Egy Xboxot beszerezhetsz, ha tudsz totira, adok csomagokat, amit kinyiss. Gondolkodtam egyébként, hogy be kéne szerezni egy Xboxot, mert régóta tervezzük, de most azért bazdmeg beszerezni egy izét, boxot, hogy hát nem tudom, hogy csak openingre. Igazából játszani nem nagyon játszanék rajta. Francia, CB, Párizs, Kimpembe, nem, Hernández. De jó, hogy ennek az SBC lapja speciális, zseni. Small Prime Electrum Player Spec a következő. Mi a fasz? Mi ez? Inform. Basz, meg én elhittem, hogy valami Fampersit nyitunk. Jó, ez amúgy tökéletes, 40 ezer coin. Azt nézzük, 171 PS. Small Prime Electrum Player Spec. Az se rossz walkout amúgy. De nem double walkout. Melyik pakkot nyissuk? Nézzük az 50k-sat először. Jó lenne egy-két speckót kinyitni. Az jó lehet! Basszus! Lacazette. Hát pedig egy pillanatra elhittem. Foksa. Nézzük a következő 50k-sat. Az Benzema lesz. Nagy rating! Jók vagyunk! De nem double walkout, ugye? Nem. Pedig a double walkoutot adtam volna ebben az esetben most az 50k-sból. Még kettő fodder. Ne csináld, hogy duplikét! Bro, ezzel a 90 Benzemával mit csináljak?
Ikon upgrade. Csináljunk Sisza egy ikon upgrade-et? Aha. Jó. Hogy vagyok ma? Minden stabil. Nézzük a 84 pluszt. Aj, bazd meg! Visszadobja az Endlert, rosszul leszek. 88-os, el is skippelem, hát semmi értelme megnézni. Jó, 283x10 van, egy 83x5, egy 84-szer. Jó, 83x3-at nézzük. Francia. Esté, könyörgöm! Bazd meg a szádat! Hogy a faszomba? Hát nem hiszem el! Most meg a másik 84-es. Jó, 84x2. Hagyjál már be speckót, tesó, ne legyél irigy. Az jó! Mendi! Hát ezt nem is mutatta speciálisnak. Vagy ilyenek az Ultimate Domestosos pakkok? Te nagy! Hopp, két kapus. Mendi tesóm. Oké, 83x5, gyere rám! Portugál, CM, az Bernardo Silva lesz. 88, de még lehet dupla walkout, sajnos nem lesz dupla walkout, fuck. 88-as Bernardo Silva. Nem mondom azt, hogy rossz, de annyira extra se, mindegy, mert kijön majd belőle az izé. Hopp, egy inform, meg egy Di Maria, de nagy képelet. Te sem akkora nyakad, mint valami orángutánnak. Két darab 85x2, meg kettő 83x10. Nézzük a 85x2-t. Azaz! Dome! Francia CB! Ki az? Ki az? Gyere! Valami nagyot könyörök, bekérlek! Ott van! Kruijbert! Ikon! Ikon! Ott vagyunk! Vemősz! 300 millió coin! Úristen! Tesó! 3 millió coin! 80 ezer amúgy, de nem zavar. Fiúk, ez nagyon jó. 30 ezer coin. Egy ikon Kluivert. Nem baj, az ikon, fiúk. Meg vagyunk videóba. Nagyon jó. Na, nézzük, 85x2. Megint! Ki ez? Ez megint ikon! Ikon! Zida! Hülye, két ütemet kihagyott a szívem, geci. Hát ez mi? Ez miért nem Zidán? Bazd meg, full úgy nézett ki oldal profilból, tesó. Hát öcsi, megborultam. Édes faszom! Hogy az anyámba? Hát ez majdnem Zidán volt, tesám. 28k. Hülye! Hát két hajszálom múlott. Hogy ne Zidánt nyissunk. Édes Istenem. Nézzük a 83x10-et. Ez ki a gyíkom. Horn. Kürt. Nézzük a 83 pluszt! Jöjjön! Arda Turan. Szív leszakadt, tesó. Csálhanoglu a 83 pluszból. Azt a kurva. Hopp! Dupla walkoutok. Vagyis informok. 87 plusz ikon, vagy Centurymans ikon a pukliban. Ebből kinyitom az életemet. Barabim barabum!
Mondd, hogy Rooney. Itt vagy, Chat? Hogy a kecibe lehet ilyen fostos nyitni? Úristen, bassz meg. De jó ez a Lineker amúgy. Chat, 93 finishing. Az egész jó, tud fejelni, jó a finishingje, jó gyorsul. Jó ez. Az a beceneve, hogy Siteker? Lehet. De az nem egy izé, ja, az Viteker a magyar focistának. Vagyis hát Magyarországon futballozó játékosnak. Hát srácok, ennyi lett volna most ez a videó. Remélem, hogy élvezhető volt és tetszett. Back to back ikont nyitottunk. Igaz, hogy nem a jobbik fajtából, de legalább a miénk. Találkozunk egy következő videóban, vagy éladás formájában. Én Krisztián voltam. Ciao, ciao. Szevasztok.